Itt állok Szepresi Nikolettel a Dopman TV kamerája előtt. Az én a Sex Maniacs című művedet tartom a kezembe. Biblia. Hogy áll most a Sex Maniát? Most már prűd vagyok. Most prűd lettél? Három akkor és a saját éve. Karkötődet nem hordod? 3,5 éve. Hát ezért. De miért? Az most rád vonatkozik? Tehát te vagy a prűd, és én vagyok az őszinte? Vagy most őszinte leszel? Tehát most nem, komoly párkapcsolatban. Mi van a Sex Mániád? De akkor ott kiéled a Sex Mániádat? Hát természetesen. Megtartottad nem, a Sex Mániádat? Nem, kiéltetik velem a Sex Mániádat. Azért mondom, megtartottad a Sex Mániádat, csak áttranszformáltad a komoly párkapcsolatodba. A párkapcsolati Sex Mániádat. Hát mikor megérkezett a felkérés, én először nem nagyon értettem, hogy hogy kerülök a képbe, esetleg rólam is van egy fejezet. Reméltem, hogy nem a 2 percesek között, bár látom, hogy te 6 perceseket írsz. Tehát, hogy jó mész, akkor nem sokára őrként utoléred. A komoly párkapcsolat hogy dolgozta fel ezt a könyvet? Jól, nem fogja elolvasni. Annyit kért, hogy vigyem el egy Barca meccsre. Ez az ennyiben ára ennek megtudtad? A könyvnek. Igen. Igen? Látod, nem kért nagyon. Meg lesz belőle a Barca meccs? A könyv. Ez a kiadom, és az én magánügyem. Jó válasz. Jó válasz. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért várnak rád nehéz idők. Az azért van, mert a könyvben őszinte vagy. Mondhatjuk úgy, hogy kendőzetlenül. Tehát nagyon sok minden alapvetően meg fog változni az életedben. Így van. Ebben biztosak lehetünk mindannyian. Én nem tudom. A hozzám fűződő nem, mert én még nem vagyok a könyvbe. Meg én, hát én büszkén vállalnám. Lehet még második kötőt. Vég a 3,5 évnek, és rám veted magad. Nem. Hosszabb lesz, mint 6 perc. Nem, nagyon szeretem föl. A barátomhoz. Én nagy szorzóval dolgozok. Még annak egy borzalmas tempót diktálok. Még ebben. Így is. Így is. Így is sokáig tart. Na, tehát szerintem nem is gondoltál arra, hogy a könyvvel egy nagyon érdekes korrajzi dokumentumot alkottál meg. Ez pedig a te korosztályodnak a dokumentuma, hogy most hol tartanak lelkileg a fiatalok, erkölcsileg, egyáltalán a világ hol tart most. Van, ugye azok az emberek, akiket ismertél, hogy mire számítasz velük kapcsolatban? Hát semmire. Semmire? Nem, amikor abba hagytam az úszást, akkor azóta. Úsztál egy vonalat? Amikor nem még ökölvívó akartál lenni? Így van, az is lezárult. Az viszonylag nem, gyorsan. Elég hamar feladtam. Mert én szeretném elmondani. Azért, mert már nem vagyok szexmániás, és sok fiú, hát a Niki, nem bírtam. A Niki ökölvívó akart lenni, és magyar női válogatottként ki akart jutni a londoni olimpiára. Én ennek tanulja nem, voltam. Nem, Rio. Rio volt? Rio. Én azt hittem, a Mocsár Gyula ma London mondott. Hazudott. Én hazudott? Gyuszi, bazd meg, ne hazudott. Na mindegy, tehát és oda járt hozzánk a Nikolett, a Unió Kispestnek az ökölvívó edzésére, tehát én onnan ismerem a Nikit. Már félmeztenül látom. Nagyon jó csapat, és nagyon sok. Ez lehet, hogy nem fog embereknek jól esni, de nagyon, sokkal jobban szeretem oda járni hozzátok, mint edzésre. De jó is érezted magad, lehetett látni, mert mindig mindenen nevettél, amit mondtam. Mondjuk ezt a jó szokásodat megtartottad. Tudnunk kell azt, hogy minden nőben jelen van a prostituált. Ez a női elemnek egy alkotó eleme. Ez, ha tetszik, ha nem így van, ez evolúciós szerepet töltött be egyébként a nőknél, egész egyszerűen az emberi faj túlélését szolgálta. 2 ősember csoport lakott egymással szembe, egyik átment egyik barlangjába a másikba, megölte az összes férfit, átvitte a gyászoló nőket a saját barlangjába, és fél év múlva a gyászoló nők már a félék gyilkosságnak szülték a gyerekeket. Mit tervezel? Mi lesz veled a jövőben? Nagyon sok dolognak leszel most a közepén. Várhatóan meghívnak majd különböző talkshowba, szembesítő műsorokba, ilyen-olyan interjúkat. Végigcsinálod a szokásos ramazulit, utána mire készülsz? Hát először elmegyek majd egy Barca meccsre. Azt tudom, minden. Ott végleg összevesztek, szotyolázás közben. A tervem aztán az, hogy nem szeretnék köztem szereplő lenni egyáltalán. Nem? Igen, de mert én most gondoltam, hogy neked most, én komolyan mondom, tehát nem pornófilme, kaptál pornófilmre, kikeresett meg? Név nélkül. Légy szíves, dob ki. Nem, ki? Semmi név. Tomorand is? Nem, fogalmam. Kovi, visszatérne? Nem emlékszem a nevére, hanem annyit írtak, hogy egy angol és egy amerikai cégnek dolgoznék. Tehát én gondolkodtam azon, egyébként szerintem ebből nagyon jó filmet lehetne forgatni.
komolyan a mai fiataloknak az életéről. Nem mondom a válaszomat, amit ott a kanapén De én arra is gondoltam, hogy rappelned kéne. No, tehát, hogy de, egy nagy arany mikrofon, egy műfasz alakú arany mikrofonnal a kezedbe. Mi? És nyomnád. Niki vagyok, ha-ha, az igazi mester, nem? Nem? Van itt minden szex, gyerekmolesztálás, vagy minden, ami kell. Egyébként, hogyha rendőrségi büntetőpered lesz, akkor én tudom saját tapasztalatból, ha nem akarsz mélyebben belesüllyedni, akkor nem emlékszem című mondatot kell ismételgetni a kikérdező rendőrnek. Akkor már ilyen nappal Budapestből még nem kerestek? Nem. Szóljak a bánócinak, intézen szerepet? Senkinek jó, akkor a párom azonnak kirúg. Igen? Ja, akkor... Ez volt az utolsó húzásod? Nem, az ez első és az utolsó. Na, akkor azért vegyék meg ezt a könyvet, kedves Dobman TV nézők. Mely részt föláll rá a fasz, hogyha úgy olvasgatja az ember. A másik Hívánom. Pedig az, hogy Nikinek ez az utolsó húzása. Nincs több. Tehát több könyvet már nem írhat, meg kirúgják a Barca meccsről szocizás közben, onnan gyalog jön haza. Hát köszönöm, hogy meghívtatok, és egyébként én izgatottan várom, mert anyámnak már ígértem, hogy viszek, meg még a könyvelőmnek is. Úgyhogy számítok egy ingyen, vagy kettő, vagy három példányra. Tehát nekem rengeteg ellentét van, szóval ott nem mondtam. Mert van számtalan olyan dolog, mikor például arról beszélsz, hogy hát, hogy szeretted nagy kanállal falni az életed, de közben, hogy én nem mentem Dubajba. Igen. Tehát vannak benne ellentétek, mert ilyen erővel az ember elmehet Dubajba is. Ha én nagy kanállal falnám, akkor elmennék. Tehát sokszor úgy állítod be magad, mintha érzelmi lelki életed, nem, hát szűz, kurvánk semmiképp, de mintha az érzelmi lelki életed, az nem lenne olyan mélységekben, mint amilyen mélységekben rejlenek. Ez a mondatok között mondom, van. Emberek tehetnek, ez a mondatok között van, azt mondom. Miért van ez? Tehát itt rengeteg, vagy amikor a férfiakról beszélsz, hogy akik ugye nagy kabát, nagy mellénye verik magukat, hogy a családjuk van, és nevelik a gyereküket, és közben veled voltak 6 percig, és akkor ott nem tudjuk eldönteni, hogy te használtad, vagy ő használt, hogy te érezted magad kihasználva. És tehát ki én nagyon sok vívódást vélek felfedezni a sorok között. Ezzel kapcsolatban van egy üzleti ajánlatom. Nincs az a pénz. 3000 forintért óránként én nagyon szívesen végighallgatom a gondjaidat, és adok életvezetési tanácsokat. Lemegyek tehát, a boxterembe, és ingyen is végighallgatom. Ezért mondom, hogy tehát kívánok neked nagyon sok sikert, és tudod, a legjobb, amit kívánhatok, és ez csupa keresztényi jó indulatot teszem, hogy találd meg önmagad, és mindez időben történjen, és legyél boldog.